Őrjegi Szőlőhegyei Naptúrparkban vagyunk jelenleg, amit több települést fog közre. Homokmégy, Hajós, Öregcsertő, Érsekhalma és Császártöltés település. Több útvonalat tervezünk túrázók számára ezek között, a települések között, aminek az érdekessége az, hogy nem csak természeti, hanem gazdaság és kulturális értékeinket is megtekinthetik ezeken a túrákon. Miért fontos önöknek, helyben élőknek, hogy legyen egy ilyen naturpark itt? A naturpark tulajdonképpen azért jött létre, hogy mind kulturális, mind természeti, mind gazdasági értékeinket megőrizzük. Gazdálkodók alapították, ők fogják működtetni. Többek között mi is, a férjem és én. Mi kárpáti borzeres tartással foglalkozunk, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen ez egy extenzív fajta, ami fajta mentésben vesz részt, reméljük idővel az őshonosok közé is bekerül. Illetve emellett vannak rackáink, szántóterületeink és gyümölcstermesztéssel is foglalkozunk, mind biogazdálkodók. Önnek mit jelent, hogy része az Őrjegi Naturparknak? Hogy a hasonlóan gondolkozó, hasonló természetközeli értékrenddel rendelkező emberek egymásra találjanak, és közösen alakítsák a határt. Mitől lett elkötelezett híve az ökológiai gazdálkodásnak? Ez fokozatosan alakult ki. Engem a gazdasági racionalitás vezetett rá erre, és miután csináltam, utána szerettem meg. Ahogy jöttünk befelé, látszik, hogy körülbelül 1,5 kilométer hosszan az út két oldalán kizárólag őszi búza és repce kultúrákkal találkoztunk. Ehhez képest ez a kis sarok itt úgy kezdődik, hogy a hátam mögött ez egy ökológiai sütőtöknek előkészített terület. A mezővédő sávnak a túloldalán lesz a fűszerpaprika, és ez az egész terület ökológiai gazdálkodás keretein belül működik. A méheim pedig itt találhatók az egésznek a közepén, mert hát egy nélkülözhetetlen feladatot ők látnak el itt. Itt vagyunk a Hajósi pincefaluban, ami Európában, sőt talán a világon is egyedülálló szépségű pincefalu. Több mint 1200 hagyományos présház található itt, és abszolút magával ragadó a hangulat, a nyugalma, a természet közelisége. Ez a terület egy naturpark is lesz a jövőben. Nagyon fontos számunkra a természet és a természetesség. Több mint 8 hektár szőlőterületen gazdálkodunk, amit organikusan művelünk már a kezdetek óta. Ezekből az organikusan megtermelt szőlőkből teljesen természetes borokat igyekszünk készíteni, amik abszolút a szülőfalunk és környékét közvetítik a fogyasztók felé.